József Attila, piros történet. Nem látod a tehenet? Kétfelé állt a szarva és gombolt a végén. Aztán, amikor fejtem, szeliden hallgatózott. De bizony, láttam a madarat, piros almát tartott a csőrében. Fölvetette a fejét és tartotta benne. Nem látod a tehenet? Este letérdelt lassan, aztán elaludt. Borja is volt, de azt elvitték túl a folyón. Ballagott az úton, a farkát meg mozgatta jobbra-balra. Mondom, a madár fölvetette a fejét és tartotta benne. Piros volt, és én most keresem. Tudom, hogy ide esett az alma, a halak pedig most oda vannak, ahonnan a madarak jönnek. Bizonyosan ott van a dombon a fémek között, mert nagyon csillogott, amikor lejtette. Kisé jobbra dőlt, nagy fémkockát szorított a hóna alá, és elindult. Könyöke kiállt, mint a kocka 9. sarka, és beleütötött az ajtófába. A sarkon már egészen jobbra dőlt. Megkérdezte a rendőrt. Nem tudja, kérem, merre van a Lovag utca? Ahol a József Attila lakik, hogy ne tudnám. Nagy költő, és én vigyázok a rendre. Sisakom is hegyes, hogy leperegjen róla az eső. Na látja, mindjárt tudtam, hogy maga derék ember. Ugyan, őrizze meg ezt ittni. Mire az utolsó vonatok megérkeznek, eljövök, hogy magammal vigyem. Hóna alá nyúlt, letette a fémkockát. A járókelők pedig megálltak. Különös volt, hogy egy fémkockát őriz a rendőr. Az asztal csöndesen világított, és az emberek csodálkozva gyerekjátékokat vettek a boltban. Fölfedezték a kozmikus sugarakat, és te épp egy órája, hogy ott ülsz abban az alacsony székben. Látod, a famunkások már megcsinálták a magos szekrényt. Sok ajtaja van, és amikor kinyílik, megalajazzák a tengelyeket. Mit fogsz belé akasztani, ha alacsony székben ülsz, és hegyesórú hajókon nem ringattad a gyerekedet? A bankigazgató elbocsátott a munkásait, mikorra megérkezett. Azonnal felakasztotta tarisznyáját a kilincsre, átöltözött, és előfizetett a helybeli lapokra. Séta közben találkoztak először. Az emberek összebújtak a szögletekben, és hajlongtak körbe-körbe. Nyitott tenyerükből kiesett a sötét esernyő, mellyel épp tréfásan fenyegetőztek. A négy fal sima testével tartotta a mennyezetet, mely fehéren terült a magasban, párhuzamosan a szeretőkkel. Középen állt a négyzetes hasáb, egyetlen vörös vastömb. Látom, jössz az útról, ahol két oldalt ülnek a fáradt bokrok, és az utasokra várnak, akik jönnek a város felé. Odaérnek, és szólnak. No, bokor, mit vársz? Azok meg ülnek, mert fáradtak, és várakoznak az utasokra, akik jönnek a város felé. Látod? Jövök az útról, és keresem a tehenet. Meg kell keresnem, mert nőnek a gyerekek, és kell, hogy ringatózzanak a hegyes orrú hajókon. Nagy kéményükből füst száll föl, és mennek, a hullámok pedig piros golyókat gurigálnak előtte. De te szép vagy, hát, nesze! Lehajol, fölemel egy marék fekete földet, és simára nyújtott tenyére oda nyújtotta. Az pedig kezet szorított véle, és a földet magasba nyújtotta a fejük fölött, egészen magasra. Kabátúja is visszacsúszott a könyökéig. Köszönöm a szíved, és íme megőrzöm. Azzal a földet a pengő innal szerkesztett szélbe szórta. Megcsendült az, mint a poharak, mikor a ház elő gyerekek szaladgálnak, és lobogó hajukon átsüt a napfény.